Cseri János né Szücs Mária vagyok, a Bartina Néptánc Egyesület jelmeztárosa és viseletkészítője. Férjemmel Szekszárdon élünk, egy fiunk van, aki megajándékozott egy kislány unokával. Szakmám szerint francia női szabó végzettséggel rendelkezem. 1990-ben kerültem kapcsolatba a Bartina együttes vezetőjével, aki népviseleti ruhákat készítetett a kis táncos lányok részére. Első sikeres közös munkánk után 1993-ban elvégeztem a Népművelési Intézetben a népi szabászat tanfolyamot Budapesten. Ettől kezdve folyamatosan készítettem különféle tájegységek viseleteit. 2002-ben mestervizsgát tettem, ami további biztonságot jelentett a szakmai előmenetelemben. 2003-ban lettem a Bartina Néptánc Egyesület főállású alkalmazottja. Nagyon szeretem a munkámat. Kiemelten azt a részét, ahol különböző tájegységek eredeti viselet alapján új színpadi jelmezeket készíthetek, vagy az eredeti darabokat felújíthatom. Jelenleg az Egyesület jelmeztárában 15 különféle tájegység, női, férfi és gyermekviselet található. Örömmel tölt el ezeknek a rendezése, karbantartása, tisztántartása. Legutóbb az Állami Népi Együttes egyik embere jegyezte meg, hogy bárcsak nekik lenne ilyen szép és gazdag rendezett jelmeztáruk. Szeretek emberekkel foglalkozni, és a kosztümökön keresztül kapcsolatba kerülök az Egyesület valamennyi táncosával és szülőkkel. Igyekszem mindenkinek az igényét kielégíteni, és sokféle emberrel megtalálni a hangot. A Bartina kiszolgálása speciális időbeosztást igényel, este, szombaton, vasárnap és ünnepnapokon is dolgozunk, de boldog vagyok, hogy része lehetek ennek a sokrétű munkának és fantasztikus sikereknek. Köszönöm a Bartina apraja nagyja és a szülők felem áradó szeretetét és megbecsülését. Köszönöm, hogy felterjesztettek a közjóért kitüntetésre, és hogy méltónak tartottak rá.